Üdvözlök mindenkit! C programozás 9. videó függvények. Szóval ott hagytuk abba, hogy létrehoztunk egy ilyen marha kreatív függvényt, ami ugye azt számolgatta, hogy az indítás óta hányszor futott le, és akkor most pedig amit csinálunk, hogy gyakorlatilag eldobjuk ezt a függvényt, és írunk egy euklideszi algoritmusos, legnagyobb közös osztóprogramot. Na, magyarok vagyunk, legyen LNKO. És akkor nézzük. Mondjuk dolgozzunk inteken. Ez egy abszolút vállalható elgondolás. Tehát, hogy azt szeretnénk csinálni, hogy megadná az első számot a muxó. És csak ilyen marra kreatív ABK. Nem is így bekérem, hogy kérek egymás mellé két számot. Ítni. És akkor azt szeretnénk, hogy írjak ki az eredményt. GCD AB-t. És nem vagyok benne biztos, hogy negatív számokra jó lesz. Mert azt hiszem, hogy negatív számokra a maradék az negatív. Tehát nem pont úgy számol, ahogyan az ember leginkább szeretné, hogy számoljon. Minden esetre mi kell ide? Tehát ugye abban megállapodtunk. Nem ott látszott a kurzor. Szóval abban megállapodtunk, hogy egész szám lesz a visszatérés. Ezt pedig látjuk, hogy amit át akarunk venni, azok is egész számok. És nem csinálok lelkiismereti kérdés belőle. Ugyanazon a néven hívom őket. Szóval a paramétereknek meg kell adni ugyanúgy típusát és nevét, amin szeretnénk hívni. Vesszővel elválasztva felsoroljuk az összeset. Szóval így tudunk paramétereket átadni egy függvénynek. És egyébként azt fogjuk látni, hogy ennek az A-nak, meg ennek a B-nek semmi köze nincs ehhez az A-hoz és ehhez a B-hez. Nem csak hogy a nevük közös, az véletlen egybeesés, de mondanám, hogy még az értékük is véletlenül ugyanannyi. Illetve hát mindig ugyanannyi lesz, tehát hogy különben nyilván nem csinálnánk, de hogy nem változik együtt, tehát hogy ez két független változó lesz. Erről majd egy kicsit később, először lássuk, hogy mit is szeretnénk. Szóval valami olyasmit szeretnék, hogy tehát kelleni fog egy R. És azt mondom, hogy ami mondjuk az A moduló B, az már lehet is. És amíg az R az nem egyenlő nulla, addig csinálunk egy olyan szépséget, hogy mindent elcsúsztatunk egyel, tehát hogy ami eddig a B volt, az az A legyen. Ami eddig R volt, az a B legyen. Az R az pedig az újonnan A-nak, B-nek titulált dolgok úgy legyen. És akkor amikor az R az kijön nullára, akkor returnölünk. Méghozzá, itt ugye egy kritikus dolog van, hogyha B az nulla. Tehát mondhatnám, hogy ha a B az egyből a nullával egyenlő, akkor ugye a modulóval csúnyán befürödnénk, szóval akkor az A-val kell visszatérni, az a legnagyobb közös osztó. Mondom, itt például eleve nem A kéne, hanem abszolút érték A.
Szóval mondjuk ennyit azért megcsinálhat az ember. Viszont ahhoz azt hiszem, hogy a Motec header kell. És az abszolút érték az eleve csak egész számokon működik, szóval az F abszolút kell valósukra használni, szóval ez pont jó lesz. Tehát nézzük csak meg. Abszolút értéket még mindig nem nagyon látja. Akkor lehet, hogy az STD libbe van. Ja, nem kizárt, hogy az STD libbe van, de erről még a C puska se tud túl sok mindent mondani. Ja, akkor abba volt. És annyi nem raktam ki a pontos veszőt, egyből megvilágosodik az ember. Viszont a saját magammal nem sikerült mégsem megállapodni. Szóval akkor adjuk meg a számokat. Talán nem tudom, hogy ez bele fog-e férni, nem vagyok benne biztos. És rossz formátumban adtam meg. Legnagyobb közös osztó 15. Ez a valóban mind a kettő osztható, szóval hajlok arra, hogy higgyük el az eredményt. Tehát pláne ha azt már elosztom 15-tel, akkor 111 per 3. És mondjuk 90 meg 21, akkor 37, hát akkor elég hihető 37 az prim szám. Igen, szerintem ez meggyőző, de most egyébként se az algoritmus maga a leglényegesebb, még hogyha elég jól el is bohóckodtam vele tulajdonképpen, hanem hogy ennek a kódnak most már azért van egy pár tanulsága, illetve még így nem teljesen, de hogyha azt is hozzátesszük, hogy utána még kiíratom a két számot, amit több beadott, ez a pontos veszélyese, hogy se akar menni. Szóval kiírt, hogy 13 és 13.39, szóval sértetlenül visszakaptuk a számokat. És ez egy eléggé fontos dologra fog visszavezetni. Tehát, hogy ami történt, az ugye valószínűleg az, hogy beléptünk ebbe a ciklusba, és hogy passzolgattuk át az értékeket. Tehát értékadások tömkelege. És ugye amikor az R az végzett, akkor a B-ben találjuk meg. Tehát hogyha még egyszer 13.39, és a 13, amit kiírt, az elvileg a B-nek az abszolút értéke. Ehhez képest utána megint tudta, hogy 13.39. Szóval ebből le kell vonjuk azt a konzekvenciát, hogy ezeknek a változóknak mindösszesen annyi közük van egymáshoz, hogy ugyanaz az értékük. Szóval, és ez fontos is, ez egy alapvető koncepció, hogy ezt úgy lehet felfogni, és azt hiszem, hogy itt már nem is nagyon lehet ilyen néven változót deklarálni, nem is engedi meg. Tehát, hogy ezt úgy lehetne felfogni, ami itt történik, mint hogyha nem is paraméterek lennének, hanem az lenne, hogy inta egyenlő hanem mint egy belül lenne egy ilyen értékadás. És hát ez valamennyire már abból a szempontból is előre visz, tehát hogy egyrészt itt ugye egy másolás történik, tehát egy sima értékadás, két változónak annyi köze van egymáshoz, hogy tehát ami itt, ebben a scope-ban az A változó, annak annyi a köze az ebben a scope-ban levő A változóhoz,
hogy értékül adtam őket egymásnak, egész pontosan az itt érvényes A, az itt érvényes A-nak az értékét kaptam meg. És az, hogy ezt most A-nak hívom, és nem valami másnak, tehát hogy ezeket nyugodtan hívhatnám XY-nak is. Semmi baj nem lenne belőle. Világom. Szóval ez egy fontos dolog, nem tudom, hogy melyik a szemlélet formálóbb ebből a szempontból. Ez a sima nyers C, vagy pedig a C++, ahol van referencia szerinti paraméter átadás is, tehát hogy tényleg a változót adod át, nem pedig az általa felvett értéket, meg ahol ezt talán még jobban a mélyére kell látni, legalábbis jobban az objektumorientált kontextusban. Minden esetre egy C-nél egyszerű a helyzet, mindig csak is érték szerinti paraméter átadás létezik. És akkor ez itt fel is vett már egy problémát, és egyébként ugyanez igaz a return-re is, tehát hogy ott is, amikor ezt visszaadom, tehát itt lehetne ugye, ez azért nem annyira feltűnő, mert ide nincs, nem egy változó van írva jelen esetben, hanem eleve egy kifejezés, de hogy ami értéket itt én visszaadok, az ugye éppen azért természetszerűen nem változóként megy vissza, hanem értékként, tehát akkor az itteni függvényhívás helyére behelyettesítődik az itt kiszámolt érték. De hogy itt is fontos, hogy az értékről beszélünk, és nincs itt semmiféle változó. És akkor ennek megfelelően szerintem rá is mehetnénk néhány példa programra, amiket nemes egyszerűséggel kilopok az első fél éves tárgyhonlapról. Én kettőt gondoltam. Az egyik az a ötös lottós feladvány. Tehát egy olyan főprogram, ami létrehoz egy tömböt öt lottószám számára, és a lottó nevű függvénynek hívja rá. És a függvény dolga lesz feltölteni a tömböt. Szóval több mint sejthető, hogy neki kell átvenni ezt a tömböt. És itt kezd utána a számokat a képernyőre. Szóval azt mondja, egy függvény, és akkor azt mondjuk, igazából lehet ez kár is nyugodtan, lottó tömb, ötelemű, és hát nem tudom, kinullázom mondjuk, de tulajdonképpen tök mindegy. És akkor azt mondta, hogy hívjuk meg a lottó függvényt, a lottó tömbre, spoiler alert, így hívom meg rá. És a függvény dolga lesz feltölteni, írt ki a számokat a képernyőre. Tehát itt pedig egyszerűen egy for int i egyenlő 0, innél nagyobb 5 i++, printf százalék d, és a lottó tömb i-edik elemét átdobjuk. Csak ugye még egyelőre nincsen függvény. Szóval ugye ilyet már talán valahol láttunk, ha máshol nem, az a printf-ben, meg a scanf-ben. Egyébként itt jegyezném meg, hogy a printf, ami ugye látszott, tetszeges sok paramétert át tud venni, szóval ilyet lehet írni, ez nem compiler magic, hanem ilyet tényleg lehet akárkinek is csinálnia. Viszont szerintem kicsit kívül esik az irányvonalból, tehát hogy makrókkal kell vacakolni, hogy működjön, és még egyébként makrókról se volt ugye szó, szóval szerintem nem az a legfontosabb, hogy hogy lehet ilyen printf-szerű sok paraméterű függvényt csinálni. Elég az, hogy ilyet egyébként lehet. De szóval, hogy a tömböt azt átadtuk, na már most hogyan fogjuk elkapni? Ugye mutattam ezt a szemléletes megközelítést, hogy úgy lehet felfogni, hogy amit itt megadok a függvényben, mondjuk itt lottó, az nyugodtan lehet void, ez nem csinál semmit, egyelőre nem írom be. Szóval, amit megadunk argumentumnak, azt úgy lehet felfogni, hogy erre értékű lesz adva
az, amit paraméternek beírtunk a meghívás helyén. És hát ugye az a helyzet, hogy tömbre értéket adni nem lehet. Ugye inicializálni lehet, de így külön értéket adni rá nem lehet, és ebből a szempontból ez még ráadásul úgy szóval ez értékadásnak minősül, még csak nem is inicializálásnak. Tehát lényeg a lényeg, hogy a tömböt nem lehet érték szerint átadni. Tehát ezt nem igazán engedi meg nekünk senki. Szóval erre kell kitalálni valamit. És akkor két dolgot is kitalálhatunk, amiről kiderül, hogy ez gyakorlatilag ugyanaz. Tehát az egyik, amiről volt szó, hogy pointerként, hogy ugye ha egy tömböt használok, akkor az automatikusan pointeré változik, méghozzá a kezdő címére. Tehát, hogy ez így működni fog, de másrészt gyakorlatilag ugyanígy működik az, hogyha utána írom a tömbjelet, viszont nem adom meg a hosszát, és hogy ez tulajdonképpen egy az egyben ugyanazt fogja csinálni. Tehát általában csillaggal szokták írni, de mondjuk több dimenziós tömbnél lehet, hogy muszáj ilyen szögletes zárójellel csinálni. Meg általában én azért szeretem a szögletes zárójeleset egyébként, mert hát ez jobban kifejezi a szándékot, hogy miért adok át valamit pointerként, hogy ezt momenten azért, mert ez egy tömb. Minden esetre akkor most így kirakom a csillaggal, hogy főleg egyértelmű legyen, hogy mi történik. És akkor most kéne ezt a tömböt feltölteni. Tehát itt ugye már valami huncutság van, mert honnan tudjuk, hogy ez a tömb mekkora? Jelen esetben ugye onnan tudjuk, nem tudom, hogy a megoldásnál itt lecsaptak-e azért, hogy nem adod át a tömbnek a hosszát, vagy nem. De szóval ebben a feladatban onnan tudjuk, hogy mekkora a tömb, hogy ismerjük a lottó szabályokat. Nos igen. De hogy átadhatnánk tulajdonképpen, tehát elég sokszor, ha tömböt át kell adni, akkor azért valamivel jelezni kell a végét. Kivéve ugye nullával lezárt string, mert hát akkor nulla fogja, lezáró nulla jelzi a végét. Egyébként ugye ide kéne egy int size mondjuk, vagy hát valami, amivel indukáljuk a hosszát. És akkor itt mondjuk átadnám, hogy 5. És akkor most kell, egyébként ugye itt még arra is rámegy, hogy randomozzunk, azt hiszem. Igen, biztos is, hogy nem mindig ugyanazt az 5 számot, tehát tulajdonképpen akkor most kicsit szórakoztatunk is, hogy az std libben van ez az srand függvény. Így kell hívni, vagy így kell. Fene tudja, hogy kell. Inkább is az a helyzet, hogy megint nem vagyok benne biztos, hogy melyik modulban van benne. Tehát az oké, hogy nem történt semmi. Lehet, hogy van egy ilyen time.h, megéri megpróbálni. Van biza. Na most már jó is, tehát hogy ezzel tulajdonképpen véletlenszerű random seedet állítunk be. És akkor majd a rand függvény fog nekünk, hát nem tudom, ilyen 10.000-es, 20.000-es nagyságrendű. Tehát azt hiszem, hogy a maximum az olyan 32.000 körül van, de ez is implementáció függő, szóval ilyen 10.000-es nagyságrendbeli random számokat fog nekünk dobni. És ezt majd modulóval behasogatjuk az általunk kívánt tartományba. Tehát fel szeretnénk tölteni a tömböt, és ugye itt ugye egyszer is mindegy második problémával is szembesülünk, de micsoda mázli, hogy pont ugyanaz lesz a megoldás, nem kell külön csinálni vele semmit, hogy ugye az előbb láttuk, hogy a változók azok érték szerint adódnak át, tehát hogy nem tudunk velük közvetlenül interakcióba lépni. De ugyan már scanf-nél láttuk, hogy ott nem kellett kirakni a plusz end jelet a stringek elé mondjuk. Úgy itt is ugyanez a mechanizmus lép életbe,
hogy valóban mi a tömböt azt nem is tudjuk megváltoztatni, tehát mint őt, mint Pointert, tehát a kezdő címét, azt valóban nem tudjuk arrébb vinni, tehát még ha adunk is értéket erre, egy tömb egyenlő valami, és beállítunk valami más címet, annak semmi jelentése nem lesz így ennek a szempontjából. Viszont az, hogy nekünk van egy címünk az elejére, az arra meg biztosít egy lehetőséget, hogy ugye ezt a címet ezt dereferáljuk, és így az adott területre tudunk hírkálni. Tehát a tömböt magát így globálisan nem tudjuk odébb vinni, mint egy nem is lehet egy statikus tömböt odébb vinni. Viszont az elemeit, azokat meg ugye dereferálással el tudjuk érni, és mivel ott meg pontosan a jó memória címre, tehát a tényleg érvényes memória címre fogunk ráírni, ezért tulajdonképpen a tömbnek az elemei azok átírhatók. Csak maga a tömb nem vihető arrébb. Tehát, hogy ezt meg lehet oldani egy csillagból, és ugye tudjuk, hogy az indexelés maga az úgy néz ki, hogy pointerhez hozzáadunk egy megadott számot, és aztán dereferálunk. Szóval tulajdonképpen az elemeket azokat simán el tudjuk érni, olyan szinte, hogy rájuk is tudunk írni. Mert az ő címük az megvan. Na tehát akkor álljunk neki. For int i egyenlő 0, i-nél nagyobb size, i++, és akkor most igazából legyen akkor már karakter, méretű szám, ugye? És akkor rand, és a százalék jelöl ugye beszorítjuk a mérettartományba, tehát ez ugye 90, ez azt jelenti, hogy 0-tól 89-ig jönnek ki a számok, és akkor hozzáadok egyet, akkor 1-től 90-ig. És akkor próba az lezajlott. És akkor most annyit csinálok meg, nyitok egy belső ciklust, mindig kicsit jobban a G-hez vonzódom, hogy összevetjük az összes előtte levővel. Hátrafelé tekerünk. Tehát nyilván az elején akkor nem lesz mivel összevetni, de hát ez nem is baj, ez helyes. És azt mondjuk, hogy hogyha a próba az egyenlő a tömb g-edik elemével, tehát visszafelé ugye darálunk, megnézzük az összes előző elemet, és hogyha a próba az valamelyikkel is megegyezik, szerintem többen nem egyezhet meg. Tulajdonképpen, de nem baj, hát akkor break, akkor nem kell tovább menni. És akkor i minusz minusz. Tehát, hogy ugye utána a ciklus az akar egyet lépni, de hogy mivel én itt i minusz minuszt mondok, ezért ugyanarra fog tulajdonképpen rálépni, mint ahova előzőleg is próbált rakni a számot. Tehát itt tulajdonképpen megismétlem az aktuális ciklust. És hát abban bízok, hogy előbb-utóbb azért csak jönnek különböző számok, viszont ami még fontos, hogy igazából nem is kéne ez a próba, hanem egyből ráadhatom több i-edik elemének, mert hát maximum úgy is újra átírom. És hogyha az i-edik elem az megegyezik a g-edik elemmel, ami valami megelőző elem volt, akkor az i-t azt visszaléptetem egyel és kibrékelek. Akkor nézzük, hogy ja persze, hát akkor viszont mit keres itt a deklarálás, hogyha ez nem is egy változó, hanem már egy létező dolognak a neve. És akkor látszik, hogy sorsolódott is valami, meg megint valami. És igazából amiben hiszünk, hogy nem jönnek ki az egyforma dolgok. Tehát, hogy erre játszottunk rá. Persze ki tudja, hány kísérlet kell ahhoz, hogy kijön egy ismétlés.
Na, egy kis valszám. Lehet jobban járunk, hogyha egyszerűen elhisszük, hogy így van, mert ugye erre kéne szervezni célszerűen egy ciklust. Mondjuk ide építeni egyet. Mit tudom én, valahányszor ismétled meg. Egyenlő nulla. Százszor is megismételheti. Csak talán kirakatott volna valami sorterést. Na itt például van egyezés, 18-18. Meg tulajdonképpen azt kell mondjam, szerencsésen megúsztam, hogy ezt sikerült kiszúrni. Ezt viszont úgyse fogom végignézni, tehát itt most egyszerűen reméljünk benne, hogy az történik, aminek történnie kell, mert hát itt, hogyha minden jól megy, akkor végig kell vizsgálni az összeset, ugye? Tehát higgyük el, hogy ebben nem olyan könnyű belekötni. És kész. Hát nem is tudom, hogy mondott-e még valamit. De jó, hát itt meg kellett írni a lottó függvényt, úgyhogy ez volt az egésznek a lényege. És akkor a másik, ami még érdekesnek tűnik szerintem, bár kicsit már le van spoilerezve, ezzel a tömbözéssel, tehát ez a fontos, hogy ha odaírok egy csillagot, és tulajdonképpen erre fog ez is rájátszani, hogy hogyan tudunk cím szerinti átadást eljátszani, hát úgy, hogy odaírunk egy csillagot, akkor az egyel kevesebb csillagot tartalmazó dolog az írhatóvá válik. Tehát itt én tudom, hogy ez egy tömb, ami ugye karakterekből áll, és akkor jelen esetben ugye ez az egy csillag, ez ugye annak is szól, hogy tömb, de egyszer is mind annak is szól, hogy írható, tehát hogy a tömbben levő karaktertípusú valamik, azok már írhatók. És ez is történt, szóval ez kicsit ilyen ökölszabály, hogy akkor is lehet, hogy karaktercsillagot írok, hogyha csak egy számot akarok átadni, csak akkor nyilván ott, ha nem tömbön van, akkor kell használni a címképzés operátort, tehát akkor end jelet kell rakni a változó elé, lásd ugye scanf. És akkor erre játszik kicsit rá ez a rendezés feladat is, hogy ír függvényt, amely képes megcserélni két paraméterként kapott valós típusú változó tartalmát. Ugye nem is olyan hülyeség ez a kérés. Szóval most én kitörlök mindent. És akkor azt mondjuk, hogy egyébként még itt hozzátenném, ami kicsit ilyen trivia, hogy C-ben egyébként szokás, hogy lehetőleg semmi se legyen void típusú, hanem ami értelmesen tud valamit visszaadni, az még gyorsan adja vissza. Tehát lásd, a printf az visszatér azzal, hogy hány karaktert írt ki, a scanf az ugye azzal, hogy hány beolvasás sikerült, szóval szinte mindennek van valamilyen visszatérési értéke, szóval kicsit idegen a C-től egy ilyen void függvény. De most nem szappal írom, pláne hogy ütközik a C++-es névvel, ami egyébként működne, de hát azért mégiscsak csúnya. Akkor inkább legyen csere, azt mondta, hogy valós típusú. Kreativitásom az most sincs. Tehát itt most a csillag az annak szól, hogy ugye meg szeretnék cserélni effektíve. Tehát nem azt akarom, hogy létrejön két lokális változó, amire adok néhány értéket, ami aztán úgyis a kilépéskor megszűnik, hanem azt akarom, hogy átveszek címeket, és a címeken ott léteznek változók, és hogyha a címekre írok, akkor a műveleteknek a hatása az ugye megmarad, az érvényesen maradó változókban is. Tehát itt csak pointereket veszítek el, amúgy is redundáns pointereket, szóval ebben semmi probléma nincs, adott változás azon meg fog történni.
Szóval ennek ugye úgy kell működnie, hogy hozok egy segédváltozót, ami átveszi az által mutatott értéket. Az által mutatott érték az megkapja a B által mutatott értéket, a B által mutatott érték pedig megkapja az ideiglenes értéket. És elvileg ezzel kész is vagyunk, hogy kell ezt használni. Csere egyik, másik, ahol van egy double, egyik, meg egy másik. De nézzük, hogy volt tovább. Írt függvényt, amely paraméterként egy valósakat tartalmazott tömböt vesz át, most már a tömböt azt úgy tömbösen fogom jelölni. Továbbá két indexet, amelyek egy tartomány elejét és végét határozzák meg. Térjen vissza a függvény a megadott tartományból a legkisebb elem indexével. Most csupa olyan dolog, amit lehet, hogy inkább pointeresen fognának meg, de ugye tudjuk, hogy az indexekkel gyakorlatilag ugyanúgy lehet dolgozni, hogyha megvan adva a tömb maga, mint a pointerek lennének, hiszen tulajdonképpen a tömb az biztosít egy pointert, amihez számokat adunk, tehát csak ilyen offsetelés történik. Még egyszer, valósakat tartalmazó tömb. És akkor minimum, és az indexével tér vissza, hát most az egyszerűség kedvéért int legyen. És akkor double, valós tömb, most így jelölöm, hogy ez egy tömb, mondom, ez ugyanúgy fog működni, mint a pointerezés. És akkor int kezdő, int végző, csak azt nem mondta meg szerintem, hogy az eleje vége, ez így hogy van benne, hogy nincs benne. Szerintem hát ez a legnagyobb konvenció, hogy az eleje benne, a vége, ez meg nincs benne. Szóval ezt fogom használni valószínűleg. És megadott tartomány legkisebb elem indexe. Szóval akkor for. Sőt, hát igazából ezt úgy is lehetne, nem is feltétlenül kéne egy külön változó. Hogy while. Ugye ezek csak másolatváltók, ezek a kezdő végző, ezeket én nyugodtan piszkálhatom. Szóval amíg a kezdő az nem ugyanaz, mint a végző. Nem, ez azért nem fog tetszeni, mert az elején azért be kéne állítani egy gondolatbeli minimumot. Tehát most tegyük fel, hogy a kezdő meg a végző az nem lesz ugyanaz, mert akkor a minimumra nem is tudnánk értelmes adatot visszaadni, az gyakorlatilag egy hiba lenne. Szóval... resnek nevezem a visszatérési értéket. És... először úgy képzelem el, hogy ez a v-tömb kezdő eddig eleme lesz. És utána elkezdek szórakozni, hogy megnövelem egyel a kezdőt, és hogyha ez nem egyenlő a végzővel, tehát most már kezdőt azt így lecsúsztatom, ő lesz gyakorlatilag a ciklusváltozó, akkor ha a v-tömbnek a kezdő eddig eleme az még kisebb, mint a res, akkor res egyenlő v-tömbnek a kezdő eddig elemével. És return res. Tehát akkor most kicsit nézzük át, hogy először beállítom, hogy ugye az első elemet gondolom legkisebbnek. Ilyet már ugye csináltunk. Most én már meg sem mondom, hogy ez melyik tétele. Hogy ez kiválasztás tétele, vagy... de nem tudom, lehet volt külön egy ilyen széles értékkeresés tétele. És akkor itt ugye, itt történik a léptetés. És hogyha azt még egyáltalán meg kell nézni, addig megyünk. És hogyha kisebbet találok, mint az eddigi minimum,
akkor ez lesz a minimum, és kész. És ugye a végző eddig elemet, azt meg már nem nézzük meg. Szóval akkor ez elvileg meg is van. És ír függvényt, amely paraméterként egy valós tömböt vesz át, és az előbbi függvényt is felhasznál, a növekvő sorba rendezi a tömb számait. Spoiler selection sort. Nem tudom, hogy ezt mutattam-e. Szóval egészíts ki ezeket egy főprogrammal, amely létrehoz egy ötelemű tömböt rendezi, azt meg kiírja tömbelemeket sorszámozva. Csak az a kérdés, hogy hogy sorszámozva, szerintem abban most már nem megyünk bele, ez most nem szövegértés feladat. Szóval void rendez, double v-tömb, azért a hossza az kéne szerintem. Igen, itt is jól jön. És akkor azt mondjuk, hogy egy ciklus fog kelleni, az nullától megy a méret alatt. Sőt, szerintem igazából már a méret mínusz egy alatt, mert amikor már csak egy van, akkor annak már nem kell a minimumát kikeresni, tehát ugye selection sort, hogy kikeressük az adott szórásból a legkisebbet, és akkor berakjuk az első helyre, aztán az egyel, aztán a második helytől kezdve nézzük, hogy melyik a legkisebb, tehát gyakorlatilag melyik a második legkisebb, azt odarakjuk a második helyre, aztán már csak a harmadik helytől nézzük az elemeket, és akkor megtaláljuk a harmadik legkisebbet, berakjuk a harmadik helyre, stb. Szóval és most ugye egy... Hoppá! Hát azért ez nem úgy van, nem? Hanem ez a minimum. És a res az pedig a kezdő. Tehát azért kell kettő. Nem az értéket akarjuk visszaadni. Bár az is lehetne. Már jobban néz ki. És akkor azt mondom, hogy cseréljük a legkisebbet az első helyre. Tehát cseréljük meg. A V-tömb i-edik elemét, tehát mindig a hanyadik helyre szeretnénk rakni, és hogy kit rakunk oda, hát nem más, mint a v-tömb minimum. Ugye itt lehetne a referencia helyett az, hogy v-tömb plusz valamennyi, és akkor nem referencia plusz index. Nekem ez mindig kicsit kultúráltabbnak tűnik. És akkor minimum, kezdő-végző, szóval átadjuk a v-tömböt, a kezdő az ugye az i-től nézzük, a végző az pedig mindig a size. És azt hiszem, hogy ennyi is. Tehát azért ez elvárható, hogy teszteljük. Szóval legyen egy ötös tömb. Egy, kettő, három, négy, öt. És akkor rendez demo, ami egy öt méretű tömb. És akkor utána for, kiíratjuk százalék f-fel demo it. Enyhén összefolyt, pont kettő fel mondjuk. Le kell állítani.
És akkor nézzük, mínusz 56-ot kihozta. Legkisebbnek aztán 1,2, aztán 2,44, aztán a 3,00 és végül a 77,77. Tehát ezt én biztatónak értékelem. Nyilván ez nem bizonyítja azt, hogy nem vétettem valamiféle figyelmetlenségi hibát mondjuk, de szerintem maga az alap koncepcióval stimmel, és nem is lett olyan hosszú. Tehát itt ez volt ugye a különlegesség, a double csillagozás, azért, hogy fel lehessen cserélni. És ugye itt a fontos kérdés, hogy mi van akkor, hogyha valami a saját helyén maradt, mint ahogyan ebben a példában, ilyen azt hiszem volt is, 2,44 a saját helyén maradt, és ugye ez is működik, tehát egy kérdés, működik a csere, hogyha itt kétszer ugyanazt a címet kapja meg, mert hát ez se kizárt tulajdonképpen. Miért is ne kaphatná? Akkor ugye lemásolódik az egyiknek az értéke, tehát hogy a változó, tehát egyrészt itt történik egy saját magára való értékadás, tehát itt háromszor történik fölösleges értékadás, tehát hogy a tembe bekerült mondjuk a 2,44, aztán a változót önmagának értékül adtuk, tehát effektíve nem történt semmi, és aztán meg a változónak értékül adtuk megint csak a már tartalékba eltett 2,4-et. Tehát jó, fölösleges művelet történt, de egyébként ilyenkor is helyesen működik. Tehát ebből sincsen probléma, nem használja ki sehol azt, hogy ezek a címek különbözőek lennének. Úgyhogy ettől megnyugodhattunk. És akkor még néhány dolgot így megemlítés szintjén azért elmondanék. Tehát az egyik ilyen, az a függvény overloadnak és az alapértelmezett paraméterértéknek a kérdése. Ugye függvény overloadról dióhéjban. Azon szó, hogy tehát azonos néven különböző paraméterekkel létezhetnek több függvények. Tehát, hogy ugyanaz a neve, viszont az egyik az mondjuk két számot vár, a másik az két szöveget vár, stb. Stb. Na szóval emiatt aztán ne följön a fejünk, mert ilyen C-ben nincsen. Itt nem része a függvény nevének, vagy hát magának a függvény deklarációnak a paraméterlista olyan értelemben, hogy azt nem vizsgálja, tehát hogy a névből egyből tudni gondolja a paraméterlistát is, tehát nem lehet több függvény egy néven, különböző paraméterlistával sem. Aztán az alapértelmezett argumentumra ugyanez igaz, nem tud egyszerűen mit kezdeni azzal az elgondolással, hogy te egy függvény paramétert nem feltétlenül akarsz kiírni, hanem azt szeretnéd, hogy ő oda automatikusan értsen be egy bizonyos értéket. Tehát mit tudom én, tehát hogy egy opcionális feature, tehát mondjuk lenne egy ilyen incrementer függvény, ahol egy opció lenne az, hogy kiírod-e, hogy hányal növelsz. Ha nem írod ki, akkor egyel növelsz, ha meg kiírod, akkor annyival növeljen. Tehát ilyesmiket nem lehet csinálni. Aztán egyébként azt még megjegyezném, ha már itt szóba kerültek ezek a paraméterlistás dolgok, hogy ha egy függvényt csak deklarálsz, tehát csak így kiírom, hogy void csere, akkor igazából ezzel is tök jó beéri, tehát olyankor nem kell deklarálásnál elnevezned a dolgokat, itt viszont már muszáj. Aztán ugye, amiről ugyancsak volt némi szó, hogy ha ilyen a main függvény, akkor tulajdonképpen akármennyi paramétert átvehet, nem fog belekötni a fordító, ez csak magadnak egy tudás arról, hogy te nem fogod felhasználni. Tehát, hogy ő akármivel is hívja meg, te azt úgyse fogod felhasználni. Ha azt akarod jelezni, hogy nincs paraméterre konkrétan semmi, akkor azt a void kiírásával lehet jelezni. Tehát most már ennek konkrétan nincs paramétere, ez már nem engedi meg, hogy kapjon egyáltalán. Aztán még paraméterlistás kérdés, az a konstansság. Tehát, hogy előfordulhat, hogy te éppenséggel nem azért akarod a pointerezést,
mert meg akarod változtatni egy tömbnek vagy egy változónak az értékét, hanem pusztán azért akarod a pointerezést, hogy ne történjen meg a másolás. Tehát, ami ugye nem túl memória hatékony, meg nem túl futásidő hatékony, hogyha le kell másolni. Tehát, hogyha például meg tudod ígérni, hogy amit átadsz, abban nem történik változás, akkor ez egy biztonságos dolog, hogy pointert adsz rá, mert hát úgyse fogja senki átírni. És hogy erre van lehetőség, amikor például a printf-et nézzük, akkor is mindig láthatjuk, hogy a paramétereket el lehet látni konstans minősítéssel. Nyilván ebben a feladványban pont nem erről volt szó. Meg hát ilyen int, tehát hogy az integernél ott paraméterátadásnál nincs értelme, hogy konstans. Ennek, hogy konstansnak inkább a pointernél van értelme. Hiszen egyébként úgy is ugye érték szerinti átadás van, tehát hogy nem tud effektíve nem konstans lenni, mert hát úgy sincs köze az eredeti változóhoz. Innen meg kit érdekel, hogy mint lokális változó változhat-e. De szóval lehetne ilyen const minősítőket rakni, csak mondom, nem itt van értelme, hanem ugye stringeknél sokszor láttuk, hogy const, kar, csillag. És akkor egy probléma maradt, az pedig, hogy ugye tömböt nem csak, hogy átvenni nem tudunk, hanem visszatéríteni sem. És egyébként ezt szerintem már csak így fellebbentem a fájtlat, és erre nem nézünk példát, pedig izgalmas dolognak számít. Miszerint éppen azok miatt, amiket gyakorlatilag az előző videóban átbeszéltünk, ez a hadicsel, hogy ugye létezett egy, mondjuk egy statikus tömb, vagy hát valaki létrehozott egy tömböt, és akkor abból kapunk egy pointert, ez itt ugye tökéletesen működik, amikor átveszem. Viszont amikor vissza akarok adni egy tömböt, ami eddig nem létezett, az azért problémás, mert ugye ugyanúgy tömböt nem lehet visszaadni. Tehát ugyanúgy, ahogy átvenni nem lehet, visszaadni sem lehet. És akkor az embernek az lenne az ötlete, hogy jól van, akkor létrehoz egy tömböt a függvény, és akkor majd arra adunk egy pointert. Csak hogy az a baj, hogy ugye, amit a függvény létrehoz, az valószínűleg lokális lesz. Legtöbb esetben az lokális akar lenni bizony. Tehát, hogy ez nem jó az az egyszerű megoldás, általában az nem helyes, hogy egyszerűen bestatikozod, mert akkor meg valószínűleg nem úgy fog működni a függvény, ahogy kéne. Mert, tehát, hogy hogyan akarod megoldani, hogy a függvényben létrehozott tömb, az visszatérésnél is megmaradjon. Ugye, ha nem csinálsz semmit, akkor az nem fog megmaradni. Tehát akkor visszaadtál egy olyan pointert, ahol már nincs is semmiféle adat. Hogyha bejelölöd statikra, akkor meg a függvénynek van egyetlen egy cellája, ahova be tudja írni, tehát oda be tud rakni egy tömböt, de hogyha többen akarnának tömböket csináltatni vele, akkor ezt csak úgy tudná megtenni, hogy az előzőnek a helyére, mivel hát statikus változó, az előzőnek a helyére egyszerűen beírja. Ocsmány módon, tehát akkor meg csak egyetlen egy példányunk van. Ez már körülbelül olyan, mintha globális változóként tettük volna el tényleg. És akkor mi erre a helyes megoldás? Kérem szépen, senki se találná ki. Mallokkal kell foglalni a memóriát. Tehát, hogy dinamikus memóriakezelés oldja meg a problémát, hogy valahányszor jön valaki, hogy csinálja nekem egy tömböt, vagy például csinálja nekem egy stringet, ugye tudjuk, az is egy tömb, akkor mallokkal kell foglalni egy új memóriát, és akkor a mallokkal foglalt memóriát, azt ugye simán tudjuk írni, és aztán az megmarad, visszaadjuk rá a pointert. Itt ugye annyira fontos, hogy akkor ezt a memóriát azt valakinek fel kell majd szabadítania, szóval az fontos, hogy ilyenkor tudnia kell a hívónak, aki hívta a függvényt, hogy ő most egy mallokkal foglalt memóriaterületre kapta a pointert. Tehát, hogy az innentől kezdve az ő felelőssége, hogy ezt felszabadítsa, mert a függvény ez nem tud vele többé mit csinálni, nincs rajta már hatalma. Szóval ennyi lett volna, szerintem elég kiadósra sikerült ez a videó. Igyekeztem gyakorlatilag mindent
nem azt mondom, hogy rendkívül mélyen, de legalább így átfogó módon nagy léptekbe elmondani a függvényekkel kapcsolatban, ahogyan azok célben működnek. Ez megint egy ilyen elméleti videó volt, de hát ez körülbelül arra jó, hogy nekem legyen legitimációm ezek után használni függvényeket, és hogy körülbelül már azt csinálhassak velük, amit akarok, csak nem tudok beszélni. Szóval innen én már ezzel legitimáltam magamat, és hát azért még mindig bőven tartogat ez a nyelv újdonságokat, de ha azt vesszük, azért az látszik, hogy elég sok mindent sikerült belőle átvenni, ilyen aránylag kevés számú videó alatt is. Aztán majd lehet, hogy később lesznek ilyen demonstratívabb videók, de mondom, ezt a sorozatot én elsősorban ilyen ismertető, tehát hogy én hogyan ismertetném ezt a nyelvet sorozatra szántam, még ahhoz képest is kicsit kiszáradt, hogy úgy mondjam. Kicsit száraz lett. De hát ez nem jelenti azt, hogyha nem állok majd kicsit jobban időben, mint mondjuk most, akkor nem lehetnek ennél valamivel élvezhetőbb videók is. Addig minden esetre megköszönöm annak, aki végig szenvedte velem a videót, és remélem, hogy nem sikerült még teljesen elvennem az életkedveteket. Sziasztok!